Szent misére. Előne, nem lesz egy elő. És nincsenek a padokban, akkor faszom tudja valamnek. Milyen szájra felnőtt sor? Hát. Elhittem. Aj! És nem megy. 6 másodperces újra töltési idő, ez nagyon izgalmas. Hát addig izé elmondasz egy... Ez meg aztán még izgalmasabb, hogy heavy-szak nélkül meg... Nincs esélyed. 6 másodperc alatt elmondasz a mi atyánkot. Már úgy csak templomba voltál. Az nincs semmi, 6 másodperc alatt elmondani. Amúgy ó, egyet kéne visszafoglalni ezt, akkor visszakapjuk az egységeinket. Nem mint hogyha még, most még annyira szükség. Bazz egy, ki a faszom számít! Jézusom! Lehet, hogy azért raktad el, ne számíts rá. Ott van a hidon. Kettő. Másik meg az, hogy Rikonnál miért van izé. Vagy nem Rikon, nincs egy. Ne állj meg, ne állj meg. Nem szóltam. Nem bírom elölni, mert... Na. Mert... Nincs, nincs senki, gyere. És... Te bugolt valami. Nálatok is bebugolt a tanknek a... Nem vagy be. Nem, hogy is. Várj. Én mennyire utána a kocsival lenni? Ah, én is. De... Én tényleg még jobban ez baj. Nem ilyen, mint a gáz, olyan hangja volt. De nem a gáz, mint az azok, hanem de az ilyen kettő helyenek a hangja. Bassza meg! Motor az jobb? Azt mondod? Ez igen, az igen. Hát stabil, nem? Kicsit. Lehetettem egy csávót, most belrepült a vízbe. Most vagyunk majd át az aknán, champion. Most érzem. A bokorban valami gyerek random letette. Ő balra fut az arc. Na, Cyrus, jössz. Nem tudom rá ninjázni az attakot, mert... Én megyek, tankra vadászok. Jó, akkor engem itt rakják ki, kérlek. Kösz. Nekem a takam ki van ezzel a csávóval. Valaki a csávó, hogy a tankos? Nézzem most, mondjuk fel egy bejáratot. Megint lefeküdni? Hazd meg! Na, lefekszek, szarom le. Aztán max szádba lőnek, hirtelen. Mennyi csillag? Nem jönnek, ezek botok. Hát hogyha itt bejönnek, akkor már meg is érdemlik, hogy megöljenek. Megjön a harmadik, kettő jönnek most. Meg van még egy az ablakban. Hoppá, én most vagytam ki. Én feladom. Akartam is mondani, hogy feladta, csak nem akartam megkockáztatni. Nem, én most már fáradt vagyok ez egyszerűen. Ehhez. Én pedig most kaptam hozzá kedvet. Jaj, miért laggoltam. Aj, faszomat. Valaki bejött. Az, hogy baszki a PM2-t, tényleg sehol nem lehet észrevenni. Végig néztem a lépcsőt, így távcsővel. Kb. A két centiről, és bazd meg, ugyanúgy bele tudok rohanni. Uh-huh. Helyet sikerült, hogy megtalálnod? Biztosan ma. Mind az ötször, basszus, abból nem is tudom, azt hiszem, háromszor végignéztem a lépcsőt. És még nem, és még úgy se lehet észrevenni azt a picike kis szeget kb. Probléma. De a másik meg azt nem értem, hogy... Be, vagy? Vagy a... 32 irányú fordulástől. Hogy a kurva ilyet fasz. De ennek mennyi az es? Fiúk, mit kaptatok? Jó, menjünk a templomba, húzzuk be. Hú, 30 FPS. Majd már O1-et megint húzzál, kicsába már. Megyek O1-re. Tudod állítani? Meg megyek, húzom DR-ot. Sokan vannak bent, mi? Ja.
Három? Egy. Jó, akkor te ezt meg fogsz tenni, menj meg egy V3-ra. Ez a mozin legalább messze sokkal jobb, mint a... Tudom, mert gyorsabb amúgy a lövedéke is. Sokkal. Hát meg szerintem pontosabb is, stabilabb is. Mert lehet csak én érzem, hogy aztán, hogyha ezzel játszanék, akkor meg kárt is tanítanám. Lehet, ha meguntam egy picit a német fegyvereket. De így érzem sajnos. Á, az amcsisek, amcsiék se jó. Nekem azok is tetszenek. Hát a riffül az nem annyira. Nekem az nagyon tetszik a célkereszt. Célkereszt is katasztrófa meg, hát nem tudom. Hát ez, mondom, rácélzok az emberre, és még úgyis izé 3 méterrel arrébb csapódik be a lőszer. Nem, az olyan, mert a nyomorék büdös cigány. Jó, akkor meghalsz, ennyi. Jó, akkor én is meghalok, mert te mozogsz, folyatékos. De passz meg, nyomorék. Ez milyen már, hogy boss mondja? Nem mozog, majd én mozgok. Nem mondtam, hogy bazdmeg, azt mondtam, hogy... Miért nincs kocsink, hm? Motor van, az fasza. Tök jó, hogy mi meg csak így csillaggal szedjük az ingyen XP-t. Hogy csináljátok? Hát úgy, hogy D-vonalat visszahúzod. És tudom, hogyha belegondolsz, hasznosat csinálunk, mert ha visszahúzod D-vonalat, akkor visszakapjuk. Ja tényleg, de hiába jobb, azt hittem, hogy izé, hogy mi védekezzünk. Jó, hát sok eszem van, bazd meg. Akkor D-vonalra már ilyenkor nem spawnolnak, ugye? Spawnolhatnak amúgy, mert az övéké. Na jó, de nekik ott nincsen egységük. Ó, de sokan lettünk itt, nem áll. De. Mindenki szereti az ingyen XP-t. Ingyen XP-t, imádom. Csak ha lenne egy vezetőnk, aki ki tudná adni az ordert. Az ISB. Pláne, hogyha még ez war lenne és kapnék érte a warfoundzot, akkor lenne a legjobb. Így kb. Nem sokat ér. Ez a járműfizika, ez azért, ez nem gyenge. Mondjuk ki őszintén, egy rakás katasztrófa. Hát nem, bazzeg, itt is tele van minden PMK-val. Mindenki jött az ingyen XP-ért. A sok zsidó. Oké, egyedül kevés leszek erre a kurva O2-re. Gyere te is ingyen XP-ért. Ja. A 8 foglalásom van. Te boss, nézd mi van. Legalább visszahúztátok, de most... Champion, meg te felférsz. Vagy erre verseny. Hát, te... probléma. Mi van? Azt mondja, gyere verseny. Következő pillanat, egy SU-85 velünk szemben. Mert... ez kurva nagy volt. De... Oh. Ja, várjuk, ezt van. Én már mindjárt ott vagyok. Hát jó, bocsánat, velünk szembe jött valami vadállat. Szembe jött egy tank. Szembe jött egy vadállat egy csővel. Tank. Nem, mert mit jön fel? Ez az! Hát jó, akkor leszik lejátszunk a maradék infantriket is. Jók ezek a járművek. Nem, mi az a szembe? Az... Párdoc. A faszt, ilyeskedtő lévők. Hát... Hasonlít. Nem tudom, szerintem... Hát nekem nem mindegy, hogy mi néz rám. Egy 122 vagy egy 75. Nyilván a motort lövik. Üdös gyökér cigány. Motorra tartom, nem tudom kiszedni sajnos.
Na? Kaptam! Figyelj! Multi kill! Nem, csak egy. Engem látni. Bazzom, mit kapott. Hoppá, kaptam egy lövés, basszok, Panzerfaustból. Ne, anyádat! Felugorjak rá? Nem tudok. Jöjj gyerek. Próbálják megvédeni a tankot, jönnek autóval elütni, nem tudnak elütni, kitérek. Utána meg lelövöm. És mivel? Ölbe. Vaj, komolyan, büdös csicska. Most le kell hoznom az AT karakteremet azért, mert egyszer megölte, és most ilyen gyerekesen izé... Aki más ölje meg. Én nem megyek fel hozzá most már, elegem van. A kurva aknáiból. Ennyi, ezért nem megyek oda. Ezért nem megyek oda, kurva életbe. Leszarom, dödöljön meg az anyja hátán, de nem érdekel. Nekem az baszott fel nagyon, nem is tudtam, ez lehetséges. Ugye van a... mondjátok már, town, és akkor ugye ott fel lehet menni a bástyákban, és ugye... Mondjuk nevezzük egy ilyen lépcsőfordulónak azt a 2 métert, amíg emelkedik. Mm-hmm. És azon volt 3 darab ilyen personal mine. Egyetlen egy ilyen 2 méteres részen volt 3 darab, és bazán mindeket felszedtem, de... De... Az a baj ennél a gyereknél, hogy 2 rak le egymás után. És ugye belemész egybe, jó, oké. Jön mögötted még egy csávó, belemegy ő is, és utána egyből így pakolja vissza, és nem tudom, hogy honnét. Nem sajnálja rá pénzt, nem sajnálja. Trollkodik egyébként. Egyébként figyelj, 8-szor megölt PMK-val, úgyhogy az már 8000 bukás neki. Durván. Tehát leszarom. Hát én azt nem hittem, mert mondom már, amiről most én beszéltem, hogy ugye olyan közel voltak ezek egymáshoz, hogy nem robbantak fel egymástól, és majdnem elhelyezte úgy, hogy... Nekem az az idegesítő egyébként, hogy a szovjet personálmány, ugye az konkrétan belemegy a földbe, tehát tényleg csak az a kis bizbasz látszik ki, amit ugye nem veszel észre. Akkor a német meg az amerikai miért nem megy bele a földbe? Vagy ez a padlóba? Persze. Bazd! Tankot találtad, vagy láttok most, vagy zavart híveket? Mert éppen én AT vagyok, és kicsit kell, most ha már ilyen magas rangú karakterekkel játszottam, és pozitív vagyok, rontanom ezen valamelyest. Hát nem tudom, szerintem oké. Taladj bele egy-két PMK-ba, mondjuk tudok egy épületet, ahol van. De attól nem csökken a pénzem. Én nagyon sok H3-at, meg páncélos rakkert szeretnék elvenni. Tehát nekem most így az az életem. Ez az AT karaktert, hogy megcsináltam, tehát 2-szer használtam egyébként. Én vettem volna, hogy panzersreket 1-szer használtam azóta. Nekem még festés is van rajta, meg minden. Meg még festés is van. Engem baszki! Minden egyes nyomorék kurva Rikon megtalál ezen a rohadt pályán. Eddig az elmúlt 5 halálom baszki Rikontól van, de nem értem miért. Na sokan vannak nagyon egyébként. A faszomat! Az összes Rikon eddig megtalált, mert nem tudom, hogy hova menjek. Én meg bazdmeg, amíg infantrisztem, addig az IS-2-k, meg a SUK, meg a T-34-ek, meg a lopott párdőzök, azok jöttek velem. Ez a meccs nekem, hát nem is bukó, mert igazából konkrétan kb. 3-at lőttem el, 3 töltőt. Nem, keresek Rikont. Most körbejártam C-vonalat, D-vonalat, elmentem, az egész erdőt gombáztam U3 spannon, és sehol nem tudok egy tankot se. Ezek eddig hányszor... Aha, na végre megvan. Igen, az most ilyes. Most nyílt ki a második. Például hol van az ilyes? Melyik ez a vonal? B vonalon van. B vonalon van. Az ilyes. Hogy nem tudom, hogy miért van ő B vonalon, de hát ő ide jön. Ő ide jön B vonalra. Ő egy cigány. Komoly, egy keci. Azt írt, hogy H3-mal szedted ki. Igen, mert az is volt rajta. Ja. Mindig úgy csinálom, lerakít 3-at, meglövöm, aztán ülök is vissza a motorra. Ez kicsit overkill. Ez tetsz, elég csúnya, igen. Elég csúnya. Elrobbant minket. Elég csúnya, mert mondom, úgy csinálom, hogy még nem is halt a tank, de már ülök vissza a motorra. Kibaszott szám, durván nézhet ki. Annyira jó nézni egyébként azokat az embereket, akik bemennek abba a házba, ami kb. Tabú, és felrobbanak a picsába. Tudjön ez. Te legyen kedvencem, amikor ez a rendszer, ez besül, és kilövöm a saját H3-amat,
és utána meg, ugye megdarálnak. Kisnak, az a kedvencem. Amit ki fog szedni azért, mert hülyéskedszett mezén. Nem, hát ugye mondtam, hogy tiszteletben zsidó vagyok, izraelita közösségnek vagyok a nagykövete. Aztán ugye nem sajnálok még egy H3-at rárakni, hogyha már úgyis megvan. Sajnos. Kellene valamilyen ilyen csúszkam, amivel lehet átváltani kreditet Warfounds-ra, mert nekem kreditem az kibasztott sok van. Warfounds-om az meg nulla. Most ez jó érzés, csak... Én élvezem. Hátul menj be! Ott ment be egy. Na jó, hogy elég volt. Lőjétek ki! Rakjátok elég a kocsijára egy A mi? Mondod. Oké. Okay. Hát jót szórakoztunk, de a... Rufusnak is van vége. Ha lehet még megint az ilyes. Ez fia, amit a gyerek. Ne csillag, te arra nézel, én meg azt kiszedem. Hát ezt jól megnézted. Lefutom az ilyes, geci. Ez hogy a picsába lőtt el, baszki? Becsapódott a töltény a földbe. Amúgy az igaz, hogy a lófasznak ló a vége? Hát nem tudom. Nézd meg, kérdés. Próbálj ki. Kedvenc, amikor a H3-at se kell ráraknom, mert megkapom azt hiszem ugyanezt a mennyiséget. Ah, jó, ez zárt érzés, amúgy nagyon jó érzés. Easy win. Na még egy. És még így is 5700-at kerestem egyébként, amellett itt 16-szor meghaltam, vagy 17-szer. 15-öt kerestem, és csak 1500 volt a fenntartásom. Nem azért, de kinyír lakott, nyíljük már ki. Egyébként a játékban van olyan, hogy hogy Gellert kap a golyó és belehalsz? Hát, nem. Pattogni szokott, de nem kapsz. De nem, sebzés. De hogy hogy a pattanásból eltalál és egyáltalán sebezze valamit. Na, jó. Jó, mert most úgy öltek meg, hogy hogy a földbe belepattant a golyó, és elvitte a kis lábujjamnak a körmét, és belehaltam. Hozom a lapot. Azért nem tudom, hogy Rikon azok hogy öltek, de konkrétan hallott, hogy a golyó belecsapódik a földbe, és meghaltam. Izébe, Sniper Elite-be van ilyen achievement, hogy a földre lősz, felpattan a golyó, és fejest adsz valakinek. Srácok, van nálatok gránát? Nincs. Lapát és gránát? Vagy mit akarsz csinálni? Hát, akkor hozok kést inkább. Jó, várjál, hülyéskedjünk, menjünk akkor izével valami. Mit hozol a kést? Hozok kést, pisztolyt. Nem akartok Warba hülyéskedni, hogy legalább legyen Warfounds-om? Mindegy nekem. Cyrus-tól függ. Cyrus-tól ne függjön már, baszki. Meg hozzak. Úgyis jön majd kinyillak, aztán kihújjuk Cyrus-t, aztán megyünk kinyillakkal. Tessék, mert beléptem német Warba. De ennyi. Na, srácok, legjobb. Demokrácia van, komolyan, Istenem. Nem az a hülye demokrácia, amit azért... Nem veszed az OBS-t, amit a cigányok gondolnak. Cső. Na cső. Ez ilyen presszionálós demokrácia. Ez... Vagy a kinyírnak? Ő itt a kinyírnak. Inkább csak szólítsuk Mártnak, az valahogy barátságosabb. Egyébként igen. És kinyírnak, én meg csillag vagyok. Jó van. Gondoltam. Na mi van, milyen az új konfig? Nagyon beteg. Adja neki rendesen. Ezzel már nem laggolnak az a szót pályák. Egyértelműen 180 FPS alá nem esik. Mennyi? 180. Na, ez fasza. Jó, azért néha lemegy azért 120-ra, hogy azért tudod. Na, attól még szar a játék. Tehát jobb vagy a géped. Ez jó lesz, hogy Panzer Shrek, C96 meg kés. Attól függ, mire? Tökéletes. Ez bármire. Figyelj már, kinyílak, itt meggyőztem a Tyrus-t, hogy lépjünk be német factionbe. Mennyire vagy elkötelezett a német faction irányában, hogy megyünk egy vort. Jó, és... én már egész nap óraztam ember. Azért, hát pont azért, akkor te már nagyon benne vagy. Már éret, hogy a hangulat. Ezt akkor igen, megveszem. Én kiégtem már a vorban, tehát... Nem baj, akkor ne úgy fogd fel, mint a vor lenne, hanem... Ja, végül is nem az.
Ne foglalkozz. Ja, végül is az ellenség nekünk csak repülője van, csak heavy-je, nekünk már csak gyalogos, se kocsi, semmi. Ne foglalkozz vele, ne foglalkozz vele. Kedvencem. Ez nem fog soha változni. Én már abszolút nem foglalkozok a borral. Így a Panzerseg se fog az IS-2-n, és így hát jó. De fog, de fog. Amúgy egyébként bossz, hogyha azt mondod, hogy nem foglalkozol a borral, akkor miért akarsz már forrozunk. Azért forrozunk, mert nincs warfounds-om, és azért szeretnék hadosztályokat venni. Amit nem tudom, hogy miért veszek egyébként, tekintve, hogy mivel nincs warfounds-om, ezért nem tudom őket lehívni, de akkor már legyen, nem? Tehát, hogyha már van rá lehetőség. Végül is ez logikus. Most kéne vennem egy parát, ugye amit a kolcsó, mert csak 60 ezer. Na most ebből eddig van 30-et. Kéne vennem egy infantryt. Meg tudnám venni, de abból már van pár. Úgy vicces a volt, vicces. Add kölcsön az akkontodat. Igen, ki akarom próbálni. Tudod mikor vicces, amikor P-38-szal mész H-előszerrel, csak gyalogosok ellen. Na, az igen, a vicces. Én amúgy nem tudok, mert nekem valamiért nagyon nehezen mutatja az infantryket. Lehet, hogy a szar netem miatt, vagy fogalmam sincs, hogy render miért. Render distance nem jól beállítva. Mi nincs jól beállítva? Render distance. Azt... Ja, hogy ez célszerű lenne a repülésnél úgy beállítani, hogy minél közelebb legyen, nem? Aha. Mert hogy te csak belső nézetből használod, mikor házal? Hát amikor lövök, akkor mindig belső nézetben vagyok. Hát te már nagyon szimulátorra veszed. Nem szimulátor, hanem csak közelebb vagyok az orrához a gépnek, és jobban látom, hogy hova mennek a lövések. Én a H-et azt mondom, hogy felszeresnek érzem egy picit a P-38-nál. Az MG is olyan pontos, mint valami lézerfegyver. Ja, hát igen. Azzal is szerintem nagyon könnyed ilyen ki lehet használni. Viszont nagyon jó tipp, ezt megfogadom egyébként. Igen, a Sentinel azt mondta, hogy ő úgy P38. HL-vel, hogy ő valamilyen Windows ilyen alapprogramot használ, amivel tulajdonképpen így rámegy itt a képernyőre, és így veszi észre könnyebben a gyalogosokat. Az is egy érdekes kombináció amúgy. Teszel be valami? Ennyi. Mit akarsz kinyílnak, baszki? Ez jó lesz. Jó van. Ezt a meccset csak neked. Csak neked. Kerestem. Itt Champion ki akart rugatni, de én megvédtelek, hogy egy igazi német fanatikus vagy, és hogy... Nagyon az vagyok. Ja, kívánom, akarsz kibaszni a csapatból. Harcos egyet írna, mennék oroszhoz. De mi ez az újdonság nálad? Erre írtam, hogy megváltoztál. Nem tudom. Harcosra szoktam ketten játszani. Hát harcos, ez nagyon beteg. Hát az harcosra ne játsszál, mert harcos az lehúz a játékról egy az egybe. Hát az fix. Azért mondom, itt vannak értelmes emberek. Velünk tudod tolni. Nem csak régen így igazából tökre kedveltelek, meg még egy-két ilyen ember volt, akik miatt így tökre szerettem feljönni, mert hogy így rohadjanak meg a zsidók, meg a cigányok, meg minden, meg kommunisták ott basszák meg az anyukat, ahol vannak, meg minden. Magyar, és most meg halmaszik a szovjetekkel, tovább. Hát ez milyen dolog? Éles váltás, az mint hogyha mit tudom én coming out-olnál, hogy izé gay vagy. Jó van. Körülbelül. Reagálni se tudsz. Nem. Erre nem lehet. Reméltem, hogy mondod, hogy nem így van, de akkor hagyjuk. Na, szóval akkor mindenki pisztoly meg kés eljött? Pisztoly meg MG. Hát jó. Jó, akkor kibasztom azonban. Nálam van Panzerschreck. És azzal fogod ülni a gyalogságot? Lehet az szóval. Egy kocsijuk sincsen, bazeg. Tudod mi, legyünk együtt érzek, mi is gyalogosan menjünk, jó? Lát, én azzal érdek, nem pazarlom a járművet, hanem muszáj. Champion ő megteheti, a Champion ő csinálja repülős videket, ő megteheti oda hozzá a motort. Köszönöm. Ugye megint trollkodik amúgy. Ugye szeretnék fokadni. Ezzel kompenzálni nem tud játszani.
Hát ezért értem, nem merül. Ordered mo. Kösz. Na, nyugodj. Nyugodj már, meg nem kell sírni, nem ezen fogom mondani. De, plusz 15 XP. Amúgy van kézlek élnek, nem fogod elvinni. De amíg nem éredek le, addig nem tudok ordert adni. Azt lőd le ott előttünk, ugye? Jó. Hát elbújik. Bocs! Ha nem ütötte. Meg itt kinyílak, hogy kell figyelnem, mert itt a 10x-ben múlik a játékra. Itt megállunk. Na valaki el... A legfosabb pályam. Ja, a gyerek az... Meg felmászkolít. Aha, értem. Kinyílak, left the game. Mindjárt visszalép, megvárja. Ja. Honnan ad a csetet? Vagy a csetet? Csitet? Srácok, meg fogom késelni az összeset. Bekapcsolom az aimbotot csak azért. Jól tesz. Ja, az előbb is úgy nyomtam? Ja. Szóval be akarom kapcsolni az aimbotot, az előbb ki kell lépnem. Baszki most? Hát én tudom, nekem nem kell mondnom ezt. Ja, tényleg. Hát én ezt encounterbe szoktam, azt nem. Részek nem mondtad, hogy nyomtad. Amúgy... Hát én nem is emlékszem, hogy elküldtem Gmailben, vagy nem? Ez nem te voltál? Áh... Nem jó. Nekem konkrétan a linket küldtél Facebookon. Ja. Ja, mert ugye most már kapok érte ilyen... valány százalékot. Mert ilyen reflinkem van most már. Az anyibatnak szólt. Akárhányszor bemegyek ott a Jeep-be, keresztbe fordulok. Hallod, Basztor, de hogyan mentél föl létrával? Itt fel lehet mászni, baszki. Most láttam először. Aztán jött. Nekem is újdonság ez az új map. Nem tudom, minek kellett megvariálni. Én pont mire megtanultam, hogy fektetni, hogyan kellene tankozni, meg rekonozni, addig akkor átállították. De amúgy basz, én is meg, nagyon lőnek. Én azt tudom, hogy honnan jönnek, tehát nekem egy kicsit olyan rejtélyes dolgok. Na jó, bazd meg. Ez a gyerek is bekapcsolta az aimbotot. Ah! Basszus. De nézd. Nekem mindegy, hogy vesztünk vagy mi van, csak hogy Warfounds-ot kaptunk sokat. Sokat ezt nem fogsz, arra szokjál eljátszunk. Meg 2000 már elég. 2000 már elég. Ah, nekem most van 80 valamennyi. Nem jó, neked bazd meg, de hogyan faszom van nektek ennyi? Én ott basztam el, hogy ilyen repülős idősztályokat vettem, megfejlesztettem, megtanultam. Ez akkor hülyesség volt, mikor egy meccset betereltek. Nagyon sok warfangot tud szerezni. Ezek nagyon sokat szoptam a repülősekkel, bazd meg. Tehát, hogy egy év mire lejönnek, utána meg két perc alatt, egy meccset betereljek mintet. Azt a kurványon vannak itt. De jó, bazd meg, persze, headshot. Én azt mondom, hogy gyereket ezt most fogom reportolni. De én nem tudom, hol lehet minden, itt még bemenni, srácok. Sehol, ez egy nagy fos, ez az egész pályán. Ez levédekezik a picsába, így DP-28-ot beálltak az összes vagy, nem tudsz bemenni. Tudod, mindegyik vonal ilyen? De most kajak mindegyik vonal ilyen? A C vonal, azt tudom, hogy olyan szopatúos, de úgy látszik, akkor ez is. Az A vonal az nem, az A vonal az nyílt. Azt látom. A D az is ilyen fos. De értem, tehát igazából mindegyik vonal fos, kivéve az A, ami most nincs. Értem. De gyere, köcsög, dugd ki pofád. Ezt neked. Nem szándékosan, csak ugye látják, hogy hol tudják meglőni a killeket. Na jó, ezen a létre nem fogunk többet mászni, úgy érzem. Lekempelték már. Nem egyszerű ez a map, tekintve, hogy nem tudom merről lőnek, mert itt merre kell menni. Távol semmit nem csinál, csak veri a faszát a csarokat. DP-ben szóljál. Igen, ne arra menjünk szerintem, mert ezek ingyen kívülnek így nekik. Csináljunk már egy kurva nagy kerülőt. Jó, hát hozzatok járművet, aztán kerülünk. Hoztam egy épészét. Kinyílek, ugorj be, és akkor még téged belőnek, addig elfutok. Kösz. Jó, akkor én. Igen, nem tudnak lelőni, nem, csak ez is golyóhat. Figyeljetek, ezek miből vannak, bazd meg. Azt találtam meg. Rossz kivasból, nem tudom. Jó, szép nagy kerülő. Valami szép fellekapott engem. Ezt ismerem. Hát ezért mondtam, hogy én nem akarok vorozni. Ez nem attól függ. A szabba is le tudnak lőni, vagy... Hát jó, de ott kevesebb a cheater, mint minden. Baszd meg a gránátodat!
kinyírnak nagy volt az. Belépett a meccsbe, és instant az egész tüzét enemit beraportolta. Jó, hát az... De mit be az udvarja? Mondjuk ezt nekem harcos megmagyarázta, hogy ez hülyeség volt, hogy azt csináltad, mert... Ja, mert le fognak bannolni ilyet. Nem, hanem hogy a rette elvileg figyelmen kívül hagyja. Most megnyugszunk. Baszeg is lelövik, baszeg, mire le tudtám lőni. Ja, ez az mondjuk, hoppá. Igen, ezt mondom. De miért hoztalak ide az APC champion? Én nem tudom, hogy ez a spawnjuk. Melyik világtalan hoztad az APC-t? Azt hittem, hogy ez nem a spawnjuk. Amúgy nagyon bonyolult, tehát ahol írja, hogy entering enemy deploy zone, az a spawnjuk. Azt nem figyeltem. Nem lehet valahol alulról beúszni és a tornákon, vagy valami ilyesmi? Na, egyet leszettem. Izéve a pancer. Néztek mivel ölt meg a szovjet? Kiadtad a panzersreket. Meg tudják ők venni, tehát ez nem úgy van, mint ők simán megveszik. Itt nem ja, probléma. Ja, persze. Csak háromszor drágábban, mint te. Nekik nem probléma, mert ők nem gondolkoznak, érted? Tehát nincs ilyen problémájuk, mint nekünk, hogy mit aggódunk, hogy 20 kredittel többbe kerül a fegyver, meg, mert hogy van rajta ravasz. Ők nem foglalkoznak ezzel. Ők berakják a grenadiert, aztán 6 gránátot dobálják maguk körül körbe. Nem foglalkoznak ilyenekkel. Amúgy én is ezt szoktam csinálni, mikor rosszal játszok, így gránátot szórom. Hát jó. És nem fizetek, tehát én pluszban vagyok, a múltkor eldobtam 8 gránátot, azt nem fizet, alig fizettem valamit. Bejutottam a spawnjuk mögé. Fölé. Késeled őket? Nem. Gevereled őket. Jó, az nem volt jó ötlet. Vagy ott vágod, hogy egy csavak közben futkározik és úgy lök. És úgy talál el, én megbugolok és kettőket, hármakat lövök. Aha, az a rakéta, az így eltepült a két lábam között. Aha, ez a fejlövés, ez már nem. Mondom, ezek a imbotoznak. Persze lövi a spawn kocsit, a kis geci. Várjál, még újra tettem a HP-mat, addig ne lőtt ki. Nem akarom kilőni, megjavítom most. Nem, a ruszki. És mondom, hogy föltöltöm a HP-m, addig ne szedjen már ki, légy, nagyon szíves. Jössz fel, te is csillen. Na, nézzük már néha. Én kerülértem, hogy csinálhatnánk tényleg most valahogy, mert ezt a BH-t kezdem unni. Ú, milyen csatot basztam a gyerekre. Már így is el vagyok, hogy javítom az RPC-t. Jó, hát akkor nem. Ja, dől az XP. Kidugom a fejemet, fogadjunk fejvelőnek. Mibe fogadunk? Itt mondtam. Vannak amúgy ilyen szigetek, azt vágjátok, vannak balra a szigetek is. És itt már Iwo Jima zajlik, és már ők a szigeteken kempelnek. Hát... Ezek ruszkék, az meg fél, ezek aha, fel, tehát felül, az én MG-mmel begoogolt, és csak az izét nézi a... csinálj már valamit, bazd meg, kerülj meg. Ezt elmondtam neked, hogy fogadjuk, felmegyek a létrán, pofán lőnek, pofán is lőttek. Ja. Undorító spawn campet nyomok most, egy eszméletlen. Jó teszed. De hogy ez milyen undorító ez a map már? Sok, ez nem tudom, fektőt nem nagyon kedveltem soha, de most ez az nagyon rossz. Na már csak 260 emberüket kell ledarálnunk. Ó, de jó kerülőt jött a pali, hallod? Ezt adom. Beleért majd motorba, és ahogyan beleértem, abban a pillanatban megállt valamiért. Az nem lenne amúgy rossz ötlet, hogy ne támadjunk egy pár percig és várjuk meg, hogy kijönnek, vagy ilyesmi. Hú, baszki, az a baj, hogy megszopadtak engem, de rendesen. Nem számoltam vele, hogy ez itt a spawnjuk. Nem tudsz megdögölni már. Az mi volt? Ez feltlen, akkor a spawn campet nyomok. Jó, leszed.
Próbálom felfogni, hogy hol az enemy. Ha? Rájöttem. Itt vannak a spawnjukon. Ja, rájöttem most. Okés. Minden oldalra az előtt. Itt tetején egy csomó ideig. Te komolyan, te büdös csicska. Jó, akkor nekiállok sniperkedni, és jó, játszunk így, büdös. Én már mióta ezt csinálom? Gyökér cigány gyerekek. Az meg litván, macskos kis hulladék. Autista nyomorék gecik. Mindjárt azok nem megyek hozzá, ezt tudom rágyújtom az anyjukra házat. És miért nem gévelülnek meg? Mert a gyerek az belopta az első másodpercében a meccsen, és azóta azzal játszik, és hordja fel neki a többi büdös gyökér. Ezt elszakadni a cérna, az a baj. Nyugi, nyugi, bossz, nyugi. Nem tudok nyugat lenni. Bossz, jej, fogd meg a társas karakteredet, keresd magadnak valami jó távoli bokrot, és baszogasd őket távolról. Igen, na, mert csak jó test csinálom, és eddig lenne, egész... Ez lenne pontosan, ha tudnám, hogy honnan jönnek, és nem életemben először játszanék ezen a vonalon. Az meg az a baj, hogy már rájöttek, hogy spawn campeljük ezt az ajtót, és már másik ajtón mennek. Jól meg van csinálva ez a vonal, ez a B2, van egy három épület, padd le. Kösz. Ebből egy viszi az ember. Kislány, mert nem minden szeret, nem de már liheg. Ah. Jó, elkezdtem levenni a pulóveret, ha most már kicsit legszabdám. Akkor mindjárt elmegy a pillanat szerelő. De mi a tökömet csinálsz itt, bazd meg? Még egy ilyen jön, hogy egy DP-s gyerek fut fel és instant headshotot lő, úgyhogy szimplőre van állítva neki a DP, akkor kilépek azonnal. Mit akarsz, DP-28 legópét fegyver? Aha, ennyi. Mm. Na, csak mi nem tudjuk használni, ennyi. Az ki volt, hogy engem lelőtt. Jó, hogy neki egy halálra van. Most akarom megvenni majd a ruszki karakteremre. Jó, és instant, tehát. De a gyerek miért rakta a szigetre az AP-t? Ja, nem berakt szigetre, rakta, belevitt a vízbe, és elsőjött. Oké, és ahova nem vagy, te se nyomorék, geci, agyi nagy. Azt tudod, hol van a sziget? Hát ugyan B3 mellett egyébként. Vagy jól lenne ebben a játékban lehetne mászni, és nem lenne az, hogy egy méteres ugrás nem tud kivitelezni a karakterem futásból. Tekintve, hogy én az mennyi egyik a Stripe-ba 1.50-et ugrottam. Tehát ezt igazából... Én akkor még meg tudtam ugrani a 1.80-at, most már nem tudom egyszerűen, túl nagy vagyok ahhoz. Most már kicsit kezd felbasztani a sok hülyeség a játékban. Amúgy nem, amit leszarom, de ilyenkor, mikor... a fasság generátor beindul, akkor egyre kevésbé viselem el. Az előbb innen jött ki a gyerek, de fogadjunk, hogy ez nem a spanyol. Mi hát az, honnan jöjjön? Veszek az anyád! De a spanyol, csak ő úgy repült ki belőle a spanyolról, nem ugrott. Na jó, ez most már tényleg. Na jó, bazd meg azért. Elövök a palira és azt írják ki, hogy túl vastag a páncél. Ja, bazd meg! Volt ott egy gépés is. Ott áll a mező közepén a passzira, elövök és túl erős a páncél. Mi a szar? Ki az, aki jelentkezik kamikázének? Én. Vesz, hogy el az autó, azt várjunk. Jó, menjünk, várjál. Ebből B2-t húzzam. Berolnak a spawnjukra. Várjál. Az lesz, együtt fogom berolni. Most már nem zúzzák. Ú, basz innen. Csak nem lehet átmenni a 20 centis izé emelkedőn az autó. Lehet, előtt, állj meg. El kéne terelni. Igen, előtt, állj. Többiek bemennek a pontra. Mi addig itt szokhatjuk őket a spawnon.
És bosszágyvérzést kapott. A Tokarev. Csak ilyen info. A Tokarev, alap Tokarev. Az gyorsabban lő, mint a... Mint az 1000 RPM-es izé. MG, igen. Ezt már nem hiszem el tényleg. Kell soklani ez a játék. Elmentem. Nem mentem be a pont, eljutottam egy embert. Már beléptem volna az így. És headshot. Kamikázizunk már be egy bejáraton, aztán fussunk fel az épületre, okay, és tisztítjuk. Oké, vonulok a kocsidőre. A B3-nak C5-nél fussunk fel a lépcsőn, írtsuk ki őket. Aha, ezt tudod, meddig fog működni. Ez így fog működni, mert igazából én jövő. Nem, az nem fog működni. Gyere Cyrus, gyere, bemegyünk az állat. Jó, hát azzal fegyvere nehéz lesz. Van egy C9, van egy max RPM-e C96-on, vagy lekapom innyit a izé kocsiról a MG-t, aztán berohanok és ledarálok mindenkit. De ez mi a faszom, hogy nem. Mi a tököm lő? Menj már innen csicska! Az meg engem meg szétkalapáltak! Engem meg le is szedtek. Ez az! Ez az! Ezt vágjátok, amikor az előbb bejöttem, akkor nem volt itt senki. Ezt vágjátok. Lehet akkor nem volt itt senki. Körbe menjek és akkor szépész a kocsival jöttök mindenkit. Amúgy azt ugye érted, hogy az utolsó pillanatban volt képes kifordulni a kibaszott kocsi és minden, és mind a három meghaltunk. De azt ugye vágott, hogy szerintem az Ostland nálunk, vagy valamelyik az ilyen szovjet kém, és azt néz, hogy mikor spanoljuk le az autókat, és akkor áll meg be oda. Mert hogy az előbb egyetlen egy gyerek se volt ott, most meg ott az összes ilyen hengernél ott guggoltak, meg feküdtek, meg egymást szopkodták, és amit csináltak. Hát már tényleg hihetetlen. Egy. Kurva geci anyádat. Isten halál, de hát bejárul le. Szóval ez meg. Igen. Nem már annyira rossz ez az egész meccsom. Ez már annyira vicc. Na, elkezdtek egyesével realizni a németek az autókkal. Pusztulj már meg az Isten faszát! Gyerek, nem tudom, hogy megy a pályán, azt mondtam, hogy mekkora a desert el, csak hogy gyerek nem jön el, nem lehet elhagyni a mapot. Ez egy kilöves egy picit. Majdnem. Vastam, hol vagyunk. Na jó, bazd meg, tehát a kurva anyádat. Az na ilyet se láttam, mert a csávó eljött kübelvágánnal egy darabig, megálltunk, kiszállt és bejött egy CV trackba. Na ehhez mit szóltak? Tehát így, valaki ezt magyarázza el, hogy ezt így mire gondoltak a költő. Csináltam egy teljes háromszor, teljes fordulatot. Nem tudom, merre kell menni. Faszom, ki van az egész játékkal. Bemegyek is, bejárom, mindenkit megölök. Most 20 percen keresztül fog gyalogolni, hogy hátba menjek. És vele megyek. Leszarom. Most olyan helyeken megyek, ami életemben nem jártam. Körbejárom a pályát, megismerem. Jó, de ezért lőd a oroszokat közben. Hallod, annyit látok, hogy így dobálják a gránátot, így mindenki. Csak így látom, hogy így a beesett izék. Mire számít ez azért? Hoppá! Azt is megjelzett. Zavar, hogy... Ja, hogy a gyerek az már tudta, hogy hátba jövök. Hát biztos nem csak. Tudod, hogy honnan jöttem? A... Majdnem a D vonalra. Na ő onnan bazd meg. Arra felé néz. Ilyető. Nem, biztos nem cheat. Biztos nem BH. Hoztam egy piszit. Vigyázz tégálzik. Kicsit páncélozott. Ja, hogy ő itt el. Ja, hogy te sem a inbotozó, bazd meg. Tudod, hogy hol volt a gyerek? Tehát nem is a B3 felé nézett, hanem a... Az ú, mi ez? Kettő felé lévő ilyen kis erkélyen átként. Hát biztos, hogy nem véhelzik egyébként, hogy ezt 100%-kal kijelenthetem. Na figyelj, ez ezt tudta, hogy ezt. Persze, hát én megérzés, hát jó, egy Game Sense, ez olyan, hogy... A Superman, ő átmegy a parkon. Ja. Tassa hiszem, hogy ilyen infantry squadokként geci, ilyen random playerekkel így levédekezik. Na, mennyi az esélye, hogy... Én azt nem értem egyébként, hogy, hogy ők neki ezt tölteni egy fegyverre, úgyhogy még nem fogyott ki belőle az autó, akkor hogyha fegyvert vártasz, miért nem áll meg a töltés?
Ez annyira undorító egyébként, annyira undorító. Ez a, ez a legundorítóbb dolog. Fut fel a gyerek, ugye, és egy MG van berakva, meg kulcs, igen, meg HP, és, nem, és tudom, hogy nem tudom megölni, mert már hiába van még 30 töltni az MG-be, nem tudom lelőni, mert nekiálltam tölteni, és mivel más fegyver meg nincs, ezért már is csak megállok, aztán gyere, üss le, te csicska. Szánalmas egyébként, nekem ez zavar legjobban ebben a játékban. Amúgy nem, csak csomó minden zavar. Hát be ez meg nem hiszem el. Másik kedvencem az ugrás, non-gravitációs pályákon. Meg hogy nem tudsz lőni fegyverrel, még hogyha nem is olyan geci pontosan, akkor legalább... Leszorom, de ez mi a geci? Tényleg, hogy... Neki el... Azt a, amúgy ez milyen igazságtalan már, hogy azt a PH-mat úgy körbevették, hogy minden beállatot fognak. Meg ez hol a picset van ez a map, hogy miért nem nyílik meg a D1? Innen lehetne esetleg menni, ahol most kinyílnak elindult a folyópart melletti APC. Ja, hogy már mozin egyből ő a paraszt, és bazd meg befejezi a... Na jó, az, hogy az, az bazd meg ez. Hát igen, var az ilyen csúnya. De oké, hogyha még itt KGB, vagy nem tudom, Red Spring lenne, vagy Red Scar az ellenfél, de ilyen furanda menő. De ez var. De ez var. Fixen var. Még az zavar nagyon, hogy... Na, már csak 100 ember itt van. 120, azt leszedjük. Ne, szerintem nem. Kevés az idő nagyon. Nem ölünk, hát nem tudunk ölni. Ma itt kempelnek, bazd meg. De mi ez a kibaszott geci hosszú fa? Mi ez amerikai mexikói határ, hogy mi ez? Megint? De hogy kajak ezt vágják, hogy nem lehet sehol se bemenni? Csak az ős vannyuknál. Hát igen, mert ez úgy lett megcsinálva direkt ez a mapó. Néztem azt a videót, amit a fejlesztők felraktak, hogy ne tudják bekerülni a spawn meg semmi. Kértem annak mapnak megint. Aj, de az a baj, ezzel eddig is utáltam Factory-n, olyan kibaszott lineáris volt. Most meg szintén ugyanolyan, sőt, még talán még jobban lineáris. Na, foglaljuk a B3-at. Hát csak hiszed. Ne, fölvillant a izé. Hát mert most lőjük a spawn, de hát nem lehet ezt sokáig tartani, sajnos. Még így is 2-4. Nos. Á, de miért minden faszták PPD-val, baszki? Ja, hogy értem, tehát hogy a falon is átlő. Mm-hmm. Jó. Gyerek. Hát aimbot. Aha, miért most próbáljuk lőni, akik bemennek az épületbe. Egy gyerekkel. Most fogadjuk, kirogom a pofámat és pofán lőnek. Gránát, de mi... De miért és nem, német? Kimondta azt nekem? Kimondta azt nekem, hogy izé, hogy nem veszik meg a német cuccokat, hogy háromszor olyan drága? Az alap német gránátoddal dob le a gyerek. Szánalmas cuccok, kurvább nekik minden, csak trollkodni jöttek. Lát, azt nem a régecik. De hát izé, csak maga a cucc, maga egyszerű megvételre háromszor olyan drága, de hát utána... Ugyanannyi használati költség. Ízik, na most kéne ezt vagy megtartani. Én addig megpróbálom elkezdeni a foglalást, ezzel megpróbálok elvonni, ilyen nem vert onnan. Na. Az RPC-ket el kéne kezdeni mozgatni. Ja, hogy nem lehet itt átmenni a falon, mert 5 kilométernyi vonalon kezdtük volna. Ez hülyeség. Ja, hogy fejbelövöm a palit, de... De kerülve át tudsz menni egyébként. Hát azt gondoltam, hogy előbb utóbb, hogy kerülök, akkor átmegyek. Na jó. D vonal felől át tudsz nézni. Hát, ja. Csak de nem éri meg, mert nincs olyan kurva sok időnk. Nincs is egyetlen, és max 10 percünk van. Fölötted! Már mindegy, számít meg. Mert ő nincs tanul benéz. Haj, ennek a rohadt szigetnek nincs valami jobb pontja? Ahogy mondjuk kevesebb a fa. Több a bokor. Vagy az luxus? Szeretnék bejutni. De nem tudok.
Életem legrosszabb meccse. Voltad már jobb. Pedig aztán már volt rossz egy csomó. Na, kezdődik majd itt az O2 egyenharc, aztán nekem megint totál útvesztő. Most tudom, hol lehet kimenni ebből a B3-ból, az meg. Jaj, hogy nem lehet menni sehol, csak a két ajtó az oldalán. Mert van ajtó, ugye, de be van zárva. Az meg, ezek a logikák, keci, vagy... Ja, és hogy kimész az ajtón, akkor tudsz kimenni, mert itt megkerítés van. Amiben van ajtó, de az is be van zárva, szóval... Amelyik kitalálta, baszkot. Azt hoznám erre a pályára most, aki ezt így kitalálta. Amúgy igen, szemlegyő lényeg. Te voltál az, akivel mászkáltunk, kerestük a rekont? Vagy nem te voltál? Az nem tudom már ki volt. Nem tudom, már én sem vágom, hogy kivel keresgéltél a rekont. Keresgéltem az orosz rekont, aki háromszor megölt, háromszor más pozícióból. Istenem, de ez a pályán soha többet nem faktorja amúgy. BASZD! Granát! Kérem, meghívlalak. Másfajt, azt fónyukra dobálják. Kösz. Ez volt a gyerek, szembe velünk. Pofán lövöm, figyeld, engem nem érdekel. Ugye beugrok. Ez fél, ott van, nem látottam. Kicska nem adott és cigány. Tudsz adni még egy hét? Aha, tudok a sniper. Közben néz ki a vállam mögött. Á, de hogy is. Hogy persze, hogy lúzolunk, itt trollkodnak a csapattársaink, páncersekkel, meg ilyenek. No. Jó, persze. Már épp. Ki ne menjél. Mindjárt bemegy a csapattárs mellett, aztán utána. Jó, hogy ide fogadjunk, csak megint innen lehet csak bemenni, máshonnan nem. Nem, hát. Tudom már beig kellett, hogy csillag egy szét. Gyere bele, be lehet menni máshonnan. Hú, már itt egy cibét. Ja, hogy a kis izén egy centis ajtó nem lehet átadni 762-esre. Nem hiszem el, hogy nem kent el a csávon. Én azt nem hiszem el, hogy... Zajtó fölött. Tehát csak innen lehet bemenni komolyan erről az egy helyről. Vagy a másik oldalról. Hát, hogy teljesen másik oldalról, igen. De azt vágjátok amúgy, hogy az app, én ezt próbáltam megmutatni, csak nem tudom, hogy így mennyire jártatok ti arra, hogy ez az épület, ez a B3, ez olyan, hogy nem tudsz most az APC felől elmenni mondjuk jobbra, meg semmi, hanem csak úgy, hogyha... Persze, semmi értelme az AP-nek semmi. Hát persze, hogy nincs. Hát a másik AP-nk, ez A3-on van, bazdmeg. A3-on, érted? Ja, ki van már faszom, hogy nem. Baszki, rossz ötlet volt. Egy dolog vigasztal, hogy csillag előtt vagyok. De nehogy már, baby, a pittek... De basszátok meg, kimegyek és öten itt céloznak. Jó, de boss. Csillag azt adta 18-at biztos előttem. Ennyi. Az vigasztal, hogy Cyrus előtt vagyok. Ja, 24-8-as egy izével, társas karra. Konkrétan, amikor a csávokat pofádban vannak, igen. Kibaszod nehéz az épületes szarnál. De... legalább kényelmes, hogy a mellett őket kurónak. Nem érde tovább, nyomorít, gecik. Csak de ők futnak tovább meghalni. Az meg! Aha, ez kemény lett volna. Kinézze ezt a lelősz. Instant mentem volna az alkalmazásoknak a telepítése és töltéséhez. Aha, jó, oké. Izés amúgy a csávó, vágjátok, kamuflázsos a DP-s. Szóval ez meg tényleg nem egy csinálás. Ezt egyébként én sem mertem, hogy DP-re megjelre, mi a szarnak, tehát? Miért? Késre mindegy. Neki mindegy. Nem tudja mi az, mert ugye nem kívül, nem izé cívül van írva, hanem latin ABC-vel, de hogy nem tudja eltállítani a játék nyelvét. Aztán ugye nem tudja, hogy mi az, csak egy ábrát lát, aztán az alapján rakja be a gyerek. Yeah. Ilyen menő az ábrája, ezt jó néz, biztos hasznos. Aha, hát itt már nem fog tudni bemenni. És ide volt ajtón keresztül lőtt el a gyerek, azt vágod, nem?
Aha, az jó volt az a gránát. Ja, az meg úgy persze, hogy úgy ablakon keresztül. Tunkeverre, úgyhá, hogy a gyerek kin áll a levegőbe. Hát ez már nevetséges, tényleg. Ennél már csak a Jézus abba, Jézus ajánl. Fasz meg. És akkor most nem tudod elönteni, hogy játékbágot vagy cheater. Jaj, fasz meg. Inkább cheater. Na, és miért dobott ki a spawnolásba azért? Ezt a spawnolást rendszert sem értem, hogy miért jelassan életek be, az miért? Gyalog, ma odaértem volna. Azután hozok egy rendes fegyvert. Olyan nincsen németeknél. Vagy aha, csak nem lehet megtalálni. Nem jött össze csicska. Ja, hát a német gránát már repül. Még jó, hogy nem engem talált. Te kaptad volna már a pólót is leveszed, mert már annyira elegem. Hát most nem veszem el, mert megfázok. Ha itt nem érez életek, az egészségem. Mi a majd? Fázik a bimbi? Akkor egy clusterfuck. Úgy nálam van a hiba, hogy én megyek előre, meg minden próbálok nyerni, próbálok ölni. És nézem, hogy csak az hatásom, hogy hátulok kempelnek, meg fekszenek. Tehát... Yeah, Szovjetunió. Én csak távolok, izé. Próbáltam lőni, akik jöttek a spawnról. Na. Nekem befogyott a játék. De ilyen szépen még sosem fogyott be. Egy átlátszó a Battle Report ablak, és látom keresztül rajta a katonámat, meg a felszerelését. Drága, mert nekem is volt már. Nekem ilyen szokott lenni, hogy mikor elmegyek a Generalsra, és meg akarom nézni a Factual Resources-t, akkor ilyen fehér ablakot feldob, és az már soha többé nem fog eltűnni onnan, amíg nem indítom újra. Na jó, elő az STG-vel. Na, meg vagy? Eddig pisztolyjal mentem, bazeg. Csak utána az értem. Már te szebbes Tunkevert. Ha megállítom, hogyha... Én is berakom. Ó. Ja, nem tudom, mit birtokos Tunkeverbe, az egy szerintem egy használat. Kurva jó egy fegyver, ma vettem igen? Meg. Még egyet. Hát azért lehetne jobb. Persze, lehetne pontosabb és ne szórna ennyire, örülnék nagyon neki. Én nem tudom, hogy az M1-M2 karabányhoz képest ez a fegyver elég sok mindenben elmarad. Ha egyetlen egy ponton több sebzése lenne a Kurz patronnal, akkor három lövésbe tudnál szedni a ezért a goldot is. Az figyelj. Megvagytok amúgy? Kerestem. Mindenki kipált. Malek. Megvagytok? Mert. Így még a Silver-t se tudja három lövésbe szedni. Kerestem 8200. Mintem lassú is. És a kiadásom 8600. Hát a hát a Gevernek a továbbfejlesztett fél, vagy hát fél automata meg egyben automata változata. Hát nem is lehet annyival gyorsabb. Én ezt értem, csak például az MP40 is négy lövéses, meg a Stungel is négy lövéses, viszont az MP40 az legalább gyorsabb, és azért pontosabb is. Tehát ilyen szempontból mondjuk nem értem a Stungelnek a használatának a lényegét. Tehát hogyha elvileg arra... Az, hogy az izé, hogy az a... Mi az? SS patróne? Vagy mi a fasz van az a szaron, hogy... Hogy aki mert nincs mind elviszett... SS patrónoztak? Igen, aki nincs elviszett, az három lövésből öli, a bronz nem mennyi, ugyanúgy négy. Négy lövésből öli. STG-nél? Aha. Tehát így, tehát mi itt SS patronoztak egyébként? Nem bronz, goldra gondoltam. Hát a gold az négy, ja. Igen, SS patron vagy, hát ez a zöld végidőszer. Úgy megértem, bár én ezt a három levélt is sokkalom, vagy sokallom. Mert... Védekezünk. Simán lehetne akár egy továbbfejlesztett, hogy továbbfejlesztett Gever, akkor simán lehetne akár ez is két lövéses. Hát nem, az a baj, nem lehet, nem tud két lövéses lenni, mert kurc lőszer van benne, tehát ugye kisebb, emiatt viszont kevesebb benne a izé is, a mi az puskapor, emiatt viszont kisebb sebességgel tudja kilőni a töltényt, és ezért nem olyan erős, mint egy geber. Na, ugye de mindegy, hogy 700 méter per szekundummal visz át a golyó, vagy ezerrel, úgyis itt bazd meg. Én nem tudom, de nem mindegy, hogy milyen roncsolást okoz. Nekem megvan minden fullosan, meg mindenben, csomó variációban kipróbáltam, és például én
Téglóval jövök, ahol mondjuk a fegyvereknek a használata, ugye a rifle-ek, AK vagy az M4, A4, ilyesmi, nagyon hasonlít hozzá, de egyszerűen én itt nem tudom használni, tehát szóval nekem nagyon lassú, meg nagyon zavar az, hogy itt van a kezemben egy ilyen bazi nagy fegyver, meg minden, 30 is tárra, aztán négyszer kell meglőnöm vele egy embert, hogyha még pontos is akarok lenni, meg hogyha mondjuk rátartom jobb klikkel, akkor ne csapkodjon úgy így a kezembe, meg össze-vissza, hogy ne szédüljek el, és ne hányjam össze-vissza magamat. Értitek? De persze, de hát a játékban nagyon, vagy szándékosan, vagy nem tudom, de nagyon elbaszták az STG-t. Sokkal pontosabb volt, mint a AK-47. Azért nem értem, hogy ezzel a játékkal járt, vagy ezzel akar, tehát ott van például az AVS, meg az M1M2 Carbine, az jobb, mint például. Az M1M2 Carbine nekem tényleg csak az a bajom, hogy még hogyha rászeleled azt a egy darab lőszert, még akkor is négy lövésből öl. És nem üti át a goldot. Tehát ott tényleg csak az a bajom, hogy keveset sebez. Az AVS az pedig a kis tár miatt talán, de konkrétan pont annyira. Benne vagyok. De pont annyira pontatlan, mint az STG. Tartom, hogy rámegyek egy rekordra. Jó. Jó, és előtt a faszparaszt. Csak annyit látom, hogy meghaltál, vagy megöltöd magad. Amúgy igen. Ráütöm egy biciklire, és elütött. Kemény, és ilyenkor ezt írják ki? Igen, ilyenkor megölöm magamat, úgy eljön. Le kéne zárni itt ezt a szárazföldi vonalat, és akkor utána koncentrálni a vízi áthaladásra? Ja. Akár. Már attól félek, hogy most a 20 ember, 18 emberből 10 itt van, az alvonalon. Nem akarok amúgy itt rage-el meg, hogyha ez valakinek így, mondjuk valakit zavar. Már a kurva anyját, szóval ez nem fog megváltozni egyébként, de... Tényleg, hogy nem akarom senkit, hogy így játékát egy elbassza komfortját, de sokszor már nehezen bírom a játéknak az ilyen dolgait. Most mindenki pont ugyanígy van vele egyébként. Ha, tudnád, hogy ilyen stage-itbe mennyit szoktam rage-elni, csak itt azért maradok csendben, mert na. Azért mégiscsak war. Közcsillag, nem láttam, hogy hova a túróba ment el. Probléma lesz, hogyha D-vonalat ne betolják. Csabbi. Nem is tudta, hogy van havazás a HG-ban. Nézd. Panzersek. Ja, ez ki az? Most se kezd jönni a pihent agyú. Ez Nairus. De nem ide akarok jönni, bazd meg. Ebből sokan vagyunk el. Megyek vissza D-re, jó? Jó. Nekem nagyon kell a Warfound, szóval rámegyek itt az alvonalra. De fura, itt nem is volt, de nem ilyenkor kitolt el az A2-ig. Eddig nem. Az A2-t azért be kellett foglalni, tőlük, mert nem is volt senki. Érdekes. Lehet, hogy volt, vagy van, mint ugye emberük, csak... Te. Másik kedvenc, hogy túl közel vagy a falhoz, és nem bírsz lőni. Az a... Ez az agyérzés közeli állapoton. Az a best. Jó, persze, az mi. Kívül van a zónával a gyerek. Ez a kársi kedvence. Sok kedvence van. Meg ez is, akkor ha visszatás a gyerek. Izé, parkolódott, ráugrott a fa... Ilyet még soha nem láttam. Ráugrott a falra a gyerek, és a falról ugrott még egyet. Lehetséges. Au! Ninja rúgásra. Kajak, bazza, jól tegyen duplát. Hallod, de jó fej. Zaj, egyet befoglaljátok. Ne faszomba csinálta a gyerek. Anyád. Ezt hogy csinálta a gyerek? Bazd meg. Jó, nice. Meg, csak itt nagy farcok vannak. Jába örök, de... Kipárolognak mellőlem a csapattársak, és itt még jönnek. Amelyikek, ja, persze. Amelyikek nem akarják hagyni. Bejön a baros, és hiába van ott a csávó, aki... Nem tudok arra. De miért szállalmas?
mielőtt még eljutott volna a lövés az enemyhez, az egy hites karabányból, mert át kell váltanom pisztolyt és el kell kezdenem darálni, mert tudom, hogy úgyse fog meghalni, mert heavy szettes. Így kell játszanom. Így elég izgalmas. 3v3, bazit, olyan harc folyik. Mind egyszer. Kétszer. 2v3, és kezd kifogyni a HP-ba. Ó, de jó, én is kaptam egy szerencsés fejest. Jó, oké. Egy makker fejest. Rendben. Ami nem is értem, tehát az M3 Grizzly-t, ezt miért kell átnevezni, hogy többek körül az átnevezés, mint a fegyver? Hm? Most nem azért, bazd meg. Hú, kezdtem mondani, agyilag. Értem. Ez az... Mozi! Ez Champions úgy fog szólni ez a fegyver, már látom előtte, hogy nem fog tudni semmit eltalálni 50 méternél távolabb. Nem, a kedvencem az egyébként a játékban az, amikor bemegyek egy pontra, mondjuk 3v1 van, megölöm a 3 enemit, egy csapattársam sem segíteni. Amint megölök mindenkit, egyben megjelenik mindenki az XP-re. Most mi hasonlót érzek itt az alvonalon, 1v4-ben vagyok, és nincs itt senki. De bazd meg, amikor... Mi azt, hogy nem húztátok még be ávonalat? Mivel 1v4-ben vagyok... Jó van, jövök, és német karabinerekkel lőnek el. Jó, hagyjuk, nem érdekel most már agyilag. Amikor üres pontokat kellett behúzni, akkor 9-en voltunk. Most bazd meg, hogy harcolni kéne. Senki nem jön. Rájöttek az amerikai Nem, rájöttek, hogy ávonalon csak boss van, aztán menjünk szopatni. Leszarjuk, hogy elveszítjük a meccset, megállunk a egyen és szopassuk, baszt. Boss, hol vannak a teljesítmények? Mindig csak az hallom, hogy ez meg az. Nem kifogás kell, teljesítmény. De nem, hát nekem pont erről szól a lételemem, hogy mindig csak kifogásokat keresek. Légvédelmi, Cyrus légvédelmi. Az a baj, hogyha elfogynál... Elfogynál a kifogások, akkor sajnos el kéne ismernem, hogy velem van a hiba. Lesz meg ugyanis, nem szeretném. Oké, hogy elmentetek a egyre, csak az A2-t közben meg behúzzák. Nem, amúgy most meg el... Hát amikor én ott voltam, akkor még nem. Nekem most már legalább 4000 kredit körül van az izém, a fenntartásim. Mert parabellum is van a kezembe, szép. Ez tök vicces amúgy, bazen oda jöttetek most 3-an kecsi, de amikor egyedül voltam, akkor nem jöttetek segíteni. Mert azt hittem, hogy behúzzátok, akik még ott voltak akkor, amikor én meghaltam, ezért mentem át erre. Hát bazd meg. De bocs, hogy nem olvasok az emberek gondolatába, hogy most megdöglök. Semmi baj. Ahogyan, az egész életemet leharcoltam, és egy darab XP-t nem kaptam a foglalásból, geci. Ha. Menj az most megjött a báros, aztán... Menj az esélynek, hogy a bárra gyereksz. Jó van, na. Mennyi az esély, hogy a báros gyerek az izéval játszik, a bárt ilyen single shotra állítva? Tehát ennek mennyi az esélye? Most őszintén. Hogy áll az a rohadt D? Menjünk erre? Menjünk erre, de arról. Hát éppen arról megyünk erre. Komoly csicska, geci. Ez a motorozás még mindig egy élmény. Esküszöm. Te három, hát egyébként. Én kiraklak itt, mert hívnak. Ez jó lett volna. Ja, jó lenne, kösz. Én is vegysek. Hát, hogy ezért megjöttem. Kösz. Meg szeret lőszetnem, ha kifogyok. Haj, tank! Tank! Kösz. Tank! Miért vagyok boss után?
hogy rohadjon meg. Szar vagy. Top, és ez nem csak a statokat mutatja, hanem a hierarchia rendszert is. Ez az. Nyomad meg a bal heré. A jobbra nem vagy méltó. Imádom, hogy pontak lelik le a gyereket, hogy amikor én is megnyomom a klikket. Istenem. Jó, leestem a hidra. Felestem a 15 méteres vízbe és meghaltam. Kocsimában. Olyan gyorsan diszpónol, hogy ezt mondjam. Kurva heavy szerű az meg. Hát megölöm a családomat mindenek. Én viszont elköszönök, nekem mennem kell. Csak. Jó cokát. Nem pont miattam. Ő is nem. Lehet, hogy jobban fog menni, de... Jó cokát. User disconnected from your channel. Ha végre valaki megölt ezt a 19-19-es csávó. Ó, az meg itt tettem le. Elütött egy csillag. Fordul még egyet. Na jó, mert én is visszavonulok egy kicsit. Miért vagyok én itt egyedül a D-vonalon? Megkevesek kommunikálva. Azt a tudom, hogy hogy zsoltam. Az meg ide elő a tank. El is vettem. Csak megyek ki szodan. Felrobban? Ingram nincs. Nem, ott van a sefi. Nem, már lövik. Jó, persze, bazd meg a garandodat. Hová lett Cyrus? Elment. Hogyhogy? Este van? Hát de baszik, azt hittem, hogy már a meccset azt lejátszok. Jó, és még persze azért még utoljára lelősz, nem? Így van. Lehet, hogy rájel is köszönök. Ja, hogy elfogytak a csipák. Ja, én voltam az utolsó. Hogy elpocsékoltátok. Én csak egyet hoztam le. Itt vagyok egy sniper mögött, aki olyan kretén, hogy nem vesz észre. Seggel lövöm. Sokat lehoztam, de bárcsak többet hoztam volna. Sem vagy egyedül, Rocksportban mindig jönne segítség, hogyha valakinek szükség van rá. Én itt egyedül kitolom a D-vonalat. Mi a tosz lőtt segbe? Ja, hogy repülök. Na, a kis házba. Meg van egy, ami cúk. Hol esik. Egyértelmű a tepelet. Szóval, hogy milyen faszom ez. Ja, hogy itt vagy a spawnunkon, te kis csíredő. Ír a gyerek. Szép. Na, hol hagytam a biciklimet?
És megyek a D1-re. Ó, hogy 4 lövést beléd lőttem és még élsz. Tudjko. Ó, és párszorra kaptak repülőt. És ott jön. Bazd meg, nem áll. Jó, a kurva tankodat, bazd meg. Megyek oda hozzátok, mert úgy tetszik, hogy sepp ilyen jön. Jaj, kifogytam őszerből, bazd meg. Nincs ilyen lézer szemed? Azzal. Ennyi, meghaltál. Nem tudom, ki találta ki, hogy a üdös középre kell bazd meg tenni az összes... Amúgy igen, igen, azt már én is néztem. Akkor fasság, bazd meg. Komolyan, bárhol lehetett volna a gyerek, bárhol lehetett volna. De nem hiszem el, bazd meg. Ennyire kreténül tudnak ezek vezetni, hogy nem veszik észre, ott egy fél a fel. Ott egy fal, és mind háromból három belemegy. Megvan, menő. Jó lesz 6-kor kelni. Istenem. Dolgozol még szombaton? Nem megyek ezért venni. Mi a faszomat? Forlasztót. Nem polcik a tüdő. Aha. Hogy a faszom? Nem, az idegeim porzolnak már nagyon durván. Takarodjunk most már egyre. Felpattantak fel. Én rá szoktam úgy keresni webbetegen, hogy a agyvérzésnek a tünetei. De magadra ismersz, és pánikolni fogsz hónapokig. Mondjuk kajak, tehát a webbetegre nem menjetek amúgy fel, mert az meg van egy itt tudom én könyökfájásotok, aztán már beírjátok, aztán már adják otok meg. Jelgye az izéket, a hülyeségeket. Please, ne, please. Faszom, hogy baszik. Megy el. Mindig úgy viszik a kocsit, hogy meghallják, hogy most lelőne a motorra, azonnal kérjük meg. Gyerek pont úgy megy, hogy azon hagyjon lőjenek engem. Jó, hogy P38, oké. A két kétszer hülyeség miatt haltam. Rendben, egyből, de amúgy nem értem, hogy lőtte egy hitből a garant. Garanda sokszor csinál olyat. De nem fejes volt. Hát tudom. Engem is szedett már le vánsátra. Mi volt olyan izé, az M24 sefi kiszedett vánsátra a hetszelemet szemből. Húzó. Kimondom, néztem, hogy mi a szab. Iron Fist meg a Infantry First Ramatrack-ba. Ja, még valószínű. Faszom tudja. Szembe. Alapból nem lehet volna szabad neki átütnie, tehát. Hogy van még egy ember, azt nem is láttam. Jaj, pont megöttem volna azt. Három ember van, mit akarsz. Hogyan lőnek át? Hogyan lőnek engem, hogy rajtad átlőnek? Mindenhol meglőnek. Easy, GG. Ja, a következőt nem én megszopjuk. Nem jön a következőt, sajnos. 1500 warfounds, az coming. Ez semmit se ért.